Az ünnepséget az Óvester étterem konferencia termében tartották. A 8. nap egyesület tagjai anyák napi versekkel, énekekkel köszöntötték édesanyjukat, illetve nagymamájukat, hiszen nagymama nélkül édesanya sem lenne, hangzott el. Az eseményt a szociolaborális képzésben részt vett fiatalok szervezték meg, akik sok gyakorlással hetekig készültek erre a jeles napra. Arról készültünk, hogy sokat gyakoroltunk, utána meg kellett tanulni a dalt is, és elő fogunk adni anyák napján. Erre készültünk, sokat gyakoroltunk. És hogy szerveztétek meg? Hát úgy szerveztünk, hogy Krista abban segített nekünk, hogy elsőnek ki kellett adni a meghívókat, utána arra készültünk még, hogy, hogy meghívtunk a szüleiket, a mamáikat, amik arra készültünk, hogy sikerüljön az anyák napi műsor is, hogy sikerüljön jobban. És mennyi ideig készültetek rá? Hát sokáig készültünk, próbáltunk is, gyakoroltunk is. Nagyon szerettünk ilyen műsorokat adni, anyák napit, vagy a karácsonyit. A világ számos pontján, így Magyarországon is májusban ünnepeljük az anyák napját, amely nagyon régi hagyományokra nyúlik vissza. Tiszteleg az anyai gondoskodás a feltétel nélküli szeretet előtt. Az egyesület tagja is ennek szellemében izgatottan, de nagyon jó hangulatban készültek erre a napra. Az én drága édesanyám gondos, okos, vigyázz rám. Éjjel-nappal, nyáron-télen vigyázz, engem baj ne érjen. De anyunak nagyon nehéz, ezért van ez az ünnepé. Hogy ezt mindet megköszönjük, s anyunak örömet szeretnünk. Az előadás zárásaként egy szál virággal és saját készítésű apróságokkal ajándékozták meg édesanyjukat és nagymamájukat a más képességű fiatalok. Egy csésze tea és néhány szelet apró sütemény mellett az édesanyák beszélték meg mindennapos dolgaikat. Többek között azt is, hogy kinek mit jelent a 8. nap egyesület működése, illetve a szociolaborális képzés. Az eseményen kiemelt motívum, hogy a más képességekkel élők ezzel az ünnepi rendezvénnyel próbálják viszonozni azt a sok törődést, segítséget és szeretetet, amit édesanyjuktól, nagymamájuktól kapnak.